Tulajdonképpen ez nagy büszkeség számunkra, és tulajdonképpen egy eredmény is, mert nagyon régóta foglalkozunk környezetvédő tevékenységgel, és kísérletezünk a Zöld Óvoda programmal, úgyhogy most ezt a programot meghirdetve a tanügyi minisztériumbe is kapcsolódtunk, és nem éreztünk semmiféle nagy megterhelő tevékenységet, mivel hogy régebb is ezt tettük. Ami megkülönbözteti a mostani tevékenységünket a régitől, az az volt, hogy a hulladékot szelektáltuk, tehát kért ez a pályázat ugye egy bizonyos számú, súlyú hulladék összegyűjtését, nagyon sokat összegyűjtöttünk, a szülők nagyon nagy odaadással hozták a hulladékot, és ez a lényege tulajdonképpen, hogy nem csak a gyermekeket szoktassuk rá arra, hogy a hulladékra oda kell figyelni. Ami megkülönbözteti a mostani tevékenységünket a régitől, az az volt, hogy a hulladékot szelektáltuk, tehát kért ez a pályázat ugye egy bizonyos számú, súlyú hulladék összegyűjtését, nagyon sokat összegyűjtöttünk, a szülők nagyon nagy odaadással hozták a hulladékot, és ez a lényege tulajdonképpen, hogy nem csak a gyermekeket szoktassuk rá arra, hogy a hulladékra oda kell figyelni. Nagyon jó volt a zöld kalendáriumunk is, amit kértek, és a zöld napló is. Képekkel alá kellett támasztani, és be kellett küldeni egy ilyen albumszerű dolgot az elbírálóknak. Mindenféleképpen megérte erkölcsileg is, anyagilag is. Természetesen fogjuk folytatni tovább, de az, hogy a 2600 versenyzőből a 15. magyar óvoda, tehát magyar óvoda csak mi nyertünk, és a 15. helyen, ez szerintem büszkeséggel tölthet el.